Márciustól 20%-os béremelésben részesültek a pedagógusok és a tanügyben dolgozó kisegítő személyzet. A kormány által kiutalt pénzalap azonban nem elegendő a megemelt bérek kifizetésére. 23 megye oktatási intézménye került nehéz helyzetbe emiatt, köztük Kovászna és Hargita megye iskolái is. Nem elegendő. Így foglalja össze a tanügyisek problémájának lényegét Görbe Péter Hargita megye főtanfelügyelője. A márciustól életbe lépett 20%-os béremelések következtében országos szinten 23 megye került nehéz helyzetbe. Ha a fizetéseket ki is adják, a juttatásukra már nem maradt pénz. A minisztérium már az évelején leközölte az egész évre a béralapot, ami lényegében, ami kijött a fejkóta alapú számításból, annyi a béralap az egész évre más kiegészítésekkel nem, ez más tartból egész évre van 82 83%-ba fedezte az évi szükségleteket. A főtanfelügyelő szerint 3 millió lejre lenne szükség, hogy a felhalmozott hiányt pótolni tudják. Ennek érdekében béralap kiegészítést igényeltek, de azt nem tudják, hogy mekkora összeget kapnak. Kovászna megyében is hasonló a helyzet, a főtanfelügyelő pedig egy ellentmondásra hívja fel a figyelmet. Törvény kötelezi őket arra, hogy a béreket maradéktalanul kiadják, azonban nem léphetik át a megszabott keretet sem. Ezt nem lehet még a világ csinálni, mert hogy nem arról szól most egy oktatási rendszer, hogy minden évben úgy induljunk neki, hogy akkor csak szabdaljunk. Tehát nem beszélünk mi minőségről, fejlesztésről, hanem szabdaljunk, nézzük meg, hogy hány iskolát kellene bezárni, az osztályokat vonjuk össze. A főtanfelügyelő azonban kijelentette, nem fognak egy tanintézményt sem bezárni, csak ha az teljesen kiürül. A felszámolások amúgy sem oldanák meg a kialakult helyzetet, maximum 1-2 százalékponttal csökkenteni a 17 százalékos hiányt.